Bár már nem kötelező, saját biztonságuk érdekében érdemes átvizsgáltatniuk a kéményeket a családi házakban élőknek. A szolgáltatás amellett, hogy számukra ingyenes, akár életet is menthet, évről évre ugyanis több halálesetet okoznak a nem megfelelően karbantartott fűtőberendezések. A tűzmegelőzésben és a szénmonoxid mérgezéssel járó balesetek megelőzésében is bizonyította a kéményseprők munkájának fontossága. Arról nem is beszélve, hogy a hiedelem szerint kéményseprővel találkozni szerencsét jelent. Már a katasztrófa védelem nyáron azért kampányolt, hogy ebben az időszakban hívják ki a kéményseprőket a háztulajdonosok, hiszen előbbiek ilyenkor kevésbé leterheltek, nem sokan fogadták meg a kérést, és a legtöbben a fűtési szezon kezdetére hagyták ezt a teendőt. Még azonban most sem késő lépni, főleg ha fontos a biztonságunk, azok a fűtőberendezések ugyanis, amelyek nincsenek megfelelően ellenőriztetve és karbantartva, komoly kockázatot jelentenek a lakóknak, ahogyan az elégséges levegő utánpótlás hiánya is. Nincs olyan év, hogy ne hallanánk a fűtési szezonban szénmonoxid mérgezésekről vagy akár halálesetekről. Felújítás vagy új kéményüzembe helyezése esetén kötelező az ellenőrzés. Noha családi házak esetében ez nincs előírva, a baleset veszély elhárítása érdekében mindenkinek azt ajánlják a szakemberek, hogy vegyék igénybe a magánszemélyek számára ingyenes szolgáltatást, hogy a mostani idényben ne forduljanak elő tragédiák. Köszöntöm a stúdióban Leskovics Zoltán, tűzoltó alezredes, tűzoltósági főfelügyelő a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelmi igazgatóságnál. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok, köszöntöm a tisztelt. Mik a tapasztalatok? Mennyire veszik komolyan a lakók, a háztulajdonosok a kémény ellenőrzést? Igenis, meg nem is. Tehát kettőség van a kéményseprés vonatkozásában. Valóban jelentős számú kémény van a megyében, és így már 3 éve a megyében a közszolgáltató, a katasztrófavédelem. Pontosabban a katasztrófavédelmi főigazgatóság egyik szervezeti része. Tehát a megyében is működik egy úgynevezett kéményseprőipari ellátási csoport, és ők azok a kollégák, akik járják a megyét, és végzik a kéménnyel kapcsolatos ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat, és itt a bejátszásban hallottuk, hogy valóban mondjuk a nyári uborka szezon lenne ideális legtöbb esetben, hogy a kéményseprést, vagy azzal kapcsolatos ellenőrzést elvégeztessük, kevesen élnek valóban, többre lenne szükség, hiszen a rendelkezésre álló statisztikák azt mutatják, hogy még mindig magas a kéménytüzek száma, mindig magas még a szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatos káros ilyen eset szállat. Történt a megyében az elmúlt évben? Mai napig 90 kéménytüzet számolt fel a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, illetve ebben az szervek, évben, vagy? 2019. januárjától a mai napig. Sajnálatos módon 3 esetben sérüléssel is járt a kéménytűz, tehát valószínűleg tűz továbbterjedés is történt. Szénmonoxid mérgezésekkel kapcsolatban egy picit fajsúlyosabb a helyzet, bár ott kevesebb eset száma, tehát 56 esetben vonultak ki tűzoltóink, de sajnos 3 esetben életet is követelt ez a csendes gyilkos, illetve 17 személy meg is sérült. Tehát kimutatható volt a szénmonoxid jelenléte. Vannak-e különösen veszélyes tüzelőanyagfajták, vagy ez teljesen független attól, hogy mivel fűtünk, inkább a rendszernek a korszerűsége, vagy a megfelelő kiépítése az, ami számít? Hát nyilván itt meg kell különböztetni, hogy milyen tüzelőfűtő berendezésről beszélünk. Egy gázüzemű berendezésnél nem hiszem, hogy másfajta tüzelőanyagot föl lehetne használni, de egy szilárd tüzelőt használó tüzelőfűtő berendezésnél már nem mindegy nyilván, hogy mivel történik a fűtés, és ez nem csupán tűzvédelmi szempontokat kell, hogy figyelembe vegyen a használó, hiszen itt különösen az elmúlt időszak nyíregyházi levegőjét is figyeljük, nyilván környezetvédelmi, biológiai és egészségügyi problémákat is okozhat, ha nem megfelelő rendszerint ugye hulladékkal történő fűtés, amely okozhatja nyilván a kéménykürtő keresztmetszetének csökkentését, amely
stb. Arra vonatkozott a kérdésem, hogy van-e különbség abban, hogy gázzal fűtünk, vagy fával fűtünk, vagy ugyanolyan veszélyes lehet egy gázkémény, mint egy fatüzeléses cserépkályának a kéménye? Kéménytűz vonatkozásában a felhasznált tűzolóanyag nyilván fontos, hogy mivel történik, de az említett gázüzemű tüzelőfűtőberendezéseknél pedig ott van a szénmonoxid mérgezés ódéma, ha például nem megfelelően karbantartott, akár a berendezés, akár az égés termékelvezető, nem megfelelő a légellátása annak a helyiségnek, ahonnan tulajdonképpen veszi a levegőt a berendezés, és nincsen például kiegészítő biztonsági berendezésünk, és itt természetesen a szénmonoxid érzékelőre, vészjelzőre gondolok. Milyen gyakran célszerű ezt a kéményvizsgálatot végeztetni? Nyilván vannak célszerűségi okok. A jogszabály meghatározza, hogy azoknál a kéményeknél, amely szilárd tüzelésű, tüzelőfűtőberendezéshez kapcsolódik, ott évente, gázüzemű berendezések esetén, vagy ahhoz kapcsolódó kémények esetén pedig 2 évente ír elő kéményellenőrzést. Természetesen előfordulhat, hogy a mi kéményünk gyakoribb ellenőrzést igényel, ebben az esetben is el fogják végezni a kéményseprők az ellenőrzést. Mi történik, hogyha a kéményseprő azt tapasztalja, hogy az a kémény bizony veszélyes, amit ő éppen ellenőriz? Természetesen fog készülni egy tanúsítvány, amely tartalmazza a legfontosabb adatokat a kémény ellenőrzések kapcsolatban, például mért szénmonoxid érték, amennyiben olyan kódot ír, és szóban is nyilván közli majd a kéményseprő, amely azonnali használatot megtilt, abban az esetben el kell végeznünk a szükséges felújítási, karbantartási műveleteket nyilván szakemberrel, és ezt követően igazolni kell ennek a munkának a szakszerűségét, és ezt követően fogja engedélyezni a kéményseprő, hogy újból használatba vegyék ezt a légés termékelvezetőt. Nyilvánvalóan ez a tulajdonos költségére történik ez a javítás, gondolom én. Lehet, hogy éppen ezért halogatják a tulajdonosok a kéményellenőrzést? Nem biztos. Sok jó kémény is van a megyében. Összességében 300 ezer kéményről beszéltünk, amelyel kapcsolatban adatokat szereztünk be, és ennek egyik jelentős része, tehát körülbelül harmada, amely átalakítást, felújítást igényelne, de nem mindegyik az azonnali használatból való kizárást jelenti. Nyilván gondoskodnunk kell saját magunk és környezetünk, családtagunk biztonságáról, tehát ez nem biztos, hogy minden esetben csak pénzkérdés. Ebből a 300 ezer kéményből mennyi az, amit rendszeresen ellenőriznek? Minden 300 ezer fogjuk ellenőrizni folyamatában, akár megrendelés, akár sormunka alapján. Ebben az évben a kollégák pont a harmadát, tehát 90 ezer kéményt tudtak ellenőrizni. Vannak tehát olyan épületek, amiket kérés nélkül is ellenőriznek, és mik azok, amiket nekünk tulajdonosoknak kell igényelnünk? Ott húznék egy határvonalat, hogy a bejátszásban is hallottuk, hogy egy lakásos épület, ezt mondjuk hívjuk családi háznak, ebben az esetben nekünk önmagunknak kell kezdeményezni a kéményseprők irányába, kéményseprőipari szerv, tehát az említett katasztrófavédelem irányában, hogy megtörténjen ez az ellenőrzés. Ez történhet több csatornán keresztül. Van egy 1818-as ingyenes hívható szám, aztán elektronikus úton, hagyományos borítékos levél, de személyesen is, hiszen Nyírbátor hivatásos tűzoltóság laktanyában vannak a kéményseprők elhelyezve. Ott is kezdeményezhetjük, egyeztetett időpontban kimegy a kéményseprő, és megtörténik az ellenőrzés. Családi házakról beszéltem, másik fontos szegmens a társasházak. Itt tulajdonképpen sormunka keretében végzik el a kollégák az ellenőrzést, és itt is fontos határvonal, hogy ha magánszemély tulajdonában van a kémény, akkor ez ingyenes, amennyiben nem magánszemély tulajdonában van, teszem fel gazdálkodó szervezet, abban az esetben díjköteles ellenőrzés. Említette, hogy nyilván nyáron célszerűbb ezt elvégeztetni, hiszen akkor kevésbé leterheltek, de mi van akkor, amikor már beindult a fűtés, már működés közben is tudják ellenőrizni a kéménynek a rendellenességeit, vagy azt, hogy rendben van-e? Természetesen ekkor is dolgoznak a kollégák.
Nyilván itt is beütemezés, az ütemezés szerint mennek és végzik a dolgokat. Csak idén is megtettük, és a következőben is megfogjuk, talán még nyomatékosabban, hogy használjuk ki a fűtési szezon előtti időszakot. Arezredes úr, köszönjük szépen, hogy mindezekre felhívta a figyelmünket. Köszönöm szépen.